pont azon lamentálok itt magamban, hogy vajon nálunk lesznek-e enyhítések, és lesz-e karácsony, mert ha jól tudom, akkor erről majd jövő héten születik kormánydöntés, és közben én pedig köszöntöm Novák Elődöt, a Mi Hazánk Mozgalom alelnökét. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. nekünk reggeli alelnök úr? Nem, a Bögre Klubban most kivételesen nem reggelivel készültem, bűnjeleket hoztam a DK fővárosának minősülő új Buda önkormányzatából, mert úgy tűnik, hogy a veszélyhelyzetet is arra képesek felhasználni, hogy korrupciós mechanizmusaikkal az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia boltból vásárolják több mint 13 millió forintért azt a szemetet tulajdonképpen, azokat a selejtes termékeket, egészségtelen és kritikán aluli silány termékeket, amelyeket hát nem is nagyon tudnak másnak eladni, és ezt próbálják az önkormányzat egység csomagaiba, mint valamiféle nagy szolgáltatásként beletenni. Az állampolgároknak adják ezt? Igen, 5300 forintért nagyon drágán, túlárazottan vásárolták természetesen az eladhatatlan termékeket, több mint 13 millió forintért. Hát itt van például ez a kitűnőnek tűnő kenyér. Az az érdekessége, hogy négy hónapja lejárt a szabatossága, ennek ellenére ugyanolyan puha, mint a friss lenne, ugye el lehet képzelni, hogy mi van benne, hát nem ajánlom megkóstolásra. Kehető rá ilyen különleges marha vangdalt,

érjel. Hát ugye a kenyér az például 6000 kenyeret vásároltak, hát a hivatalos számlázás szerint 1 kg, itt viszont csak 750 g szerepel a csomagoláson, 1 kg-osként számlázták, de hát ez a legkisebb meg tudod mondani, hogy mennyi az ára 1 kg -jával? Természetesen, hát 1 kg-osként számlázták, de valójában 3 kg kilós, 480 forintos horroráron számlázták ezt, 6000 ilyen kenyeret vettek, ebből kb. 200 forintért lehet kapni egy ilyen minőségű és ekkora kenyeret. De hát említhetném azt a 6000 liter tejet is, ami ugyanúgy, ahogy a kenyér és a tej sem magyar termék, ugye. Itt azt láthatjuk, hogy a 16 féle termékből, ami ebben az egységcsomagban volt, csak kettő volt magyar még a kenyér és a tej sem volt. A tejből 161 doboz selejtezni kellett eleve. Akárt persze nem térítette meg a bolt, illetve a szállító sem. És hát jellemző azért az is, hogy például a rist tonna számra, kilogramonként 565 forintért, tehát a piaci árhoz képest körülbelül 200 forintos felárral számlázta az önkormányzatnak ez az MSZP-s cég, ami még csak nem is helyi cég, hanem egy másik messzebbi kerületben található, és az Ázsia Bolt nevet viseli. Nem csoda, hogy magyar termék csak elvétve található benne, és egyébként is silány minőségű termékekről van szó. Szóval itt van például ez a vietnámi levesport, 9000 csomag ilyen levesport vásároltak, és hasonlóan egészségtelen élelmiszereket, hogy aztán a bajba jutott embereknek 5300 forintért árulják ezeket az egyébként is túlárazottan vásárolt emberek. Már egy picit termékeket. árulják? Igen, tehát ez nem egy segély hanem ezt azt mondták, hogy mivel nem tudnak elmenni az idősek bevásárolni, ugye a Mi Hazánk Mozgalom erre azt válaszolt, hogy mi én magam önkormányzati képviselőként is felajánlottam, és most is vállalom, hogy megyek bevásárolni azoknak, akik szeretnének normális friss élelmiszert mondjuk. ezt az önkormányzat inkább arra használta ki, hogy az MSP-s vállalkozástól megvásárolja túlárazottan ezeket az egységcsomagokat és utána 5300 forintért árulja. Persze a kutyának sem kellettek ezek a termékek. 43 darabot tudtak eladni a 3000 csomagból. Tehát 3000 csomagból 43 darabot tudtak. Az összes többi az önkormányzat nyakán maradt, ugye lejáró szavattosságú termékekről beszélünk. És megeszi a polgármester, vagy Sajnos nem, külön? bár kínáltam egy testületi ülésen de nem nagyon hajlandó ezt megkóstolni, amit valahol persze meg is értek, de mégiscsak gyalázat az, hogy ilyen szintű korrupcióra vetem ennek, ezért is tettem feljelentést egy ilyen korrupció ügyében. Még a 9000 reklámzacskóért is egyébként 405 ezer forintot kiszámláztak, sőt, szállítási díjként is 381 ezer forintot, csak hogyha nem lenne elég a több mint 13 millió forintos alapszámla, akkor nem ezt meg gondoltatok még arra ott új Budán, hogy esetleg a sok alpolgármester, hiszen az is elég sok van, esetleg elviszi haza? Hát az a probléma, hogy épp az egyik MSP és pontosabban DK-s keverem már ezeket a bűnözőket. Szóval az egyik DK-s alpolgármester, Bakai Nagy Zita volt az, akinek az utasítására az önkormányzat üzemeltető cége ezt pályáztatás nélkül, sőt árajánlatok bekérése nélkül interneten nem egy nagy dolog. El hát rekordszámú, most már duplájára emelték ebben a ciklusban. Sajnos egyedüli képviselőként tiltakoztam ezzel illetve egy módosító javaslatot is benyújtottam, amelyet sajnos csak én támogattam egy éve az önkormányzat megalakulása után, ami próbált gátat vetni ennek a gátlástalan klientúra bővítésnek, hiszen nem csak az önkormányzatok, önkormányzati alpolgármesterek számát duplázták Ami meg. Ami mit jelent számszerűen? Hát kettőről négyre, négyre az alpolgármesterek számát, hanem ugyanilyen számban növelték a bizottságokat, azzal együtt természetesen a tisztségviselőit is. Ugyanilyen számban növelték a kifizetőhelynek használt tanácsnoki helyeket, ami Ez lényegében... Ez egy divat egyébként, ugye ezen a területen, mert hiszen a fővárosban is van jó pár tanácsadó, Én aztán alpolgármester. Hát ezek a tanácsadók milyen tanácsokat adnak? Ugye tehát a DK-s alpolgármester utasította az önkormányzat üzemeltető cégét, hogy kifejezetten ettől az MSP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia boltból vásárolják ezeket a túlárazott termékeket, tehát bármelyik áruházláncba bemennének, olcsóbban kapnák meg ezeket, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ilyen tételben, amikor mondjuk 6000 kiló kenyeret vásárolnak, akkor arra mennyiségi kedvezményt is szoktak adni, nem, hogy még a szállítás költségét is kiszámlázzák. Én azért gondolom, hogy elfogadhatatlan ez a klientúra bővítés, mert a válsághelyzetben az emberek erre próbálnak plusz adókat is ugye folyamatosan kivetni, és ehhez képest uh, ugye telekadó az egész aparátus Telekadó építményadó, ugye, amiről beszélünk? Hát igen, maga a telekadó és az építményadó, amit kimaxoltak, a törvény maximumban próbáltak meghatározni most, jövő év január 1 -től. Ugyanúgy kimaxolták egyébként, mint a polgármesteri fizetést, sőt az alpolgármesterek fizetését is a törvény maximumban határozták meg. Tehát ez egyfajta gátlástalanságot mutat, hogy amikor az emberekre kell kivetni az adót, akkor ugyanúgy a maximum, mint amikor a saját fizetésüket kell meghatározni. Még jó, hogy van törvényi maximum, egyébként határtalán a csillagos ég volna. Erről Ceglédi Csaba is tudna beszélni, vagy a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, akinek titkosított szerződését, pedig átláthatósági megbízott kötött szerződést heti egy munkanapért, havi egy millió forintra és amikor ezt szóvá tettem a mi hazánk mozgalom képviselőjeként, akkor ezt csökkentették. De még mindig több mint fél millió forintot kap egy heti egy munkanapos bájcsevegésért, mert érdemi munkát nem láthatunk tőle, átláthatóság helyett inkább titkosításokat látunk az önkormányzatnál. A saját szerződését is titkosították, és csak már amikor közérdekű adatigényléssel, illetve perrel fenyegetőszem, akkor voltak hajlandók kiadni ezt számomra. Ceglédi Csabával sem vagy kibékülve. Hát a bíróság sem, ugyanis nem elég, hogy 2010 előtt jogerősen elítélték, már akkor is, most 6 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják, maga az ügyvédi kamara is felfüggesztette a tagságát, ennek ellenére ő a DK fővárosának, Újbudának a jogi képviselője maradhat, és hát lassan 20 millió forintnál tart a kifizetés, amit Ceglédi Csaba részére, pusztán új Budáról, és tudjuk, hogy Erzsébet városból több más helyről, a DK aranytojás tojó tyúkjaitól szépen megkapja ezeket az összegeket, holmi tanácsadásért, amiben nem nagyon engednek betekintést, hogy ezért a Munká, ezért a pénzért milyen munkát végez. Amikor nagy nehezen ezt kiharcoltam egy év után, akkor például olyat láttam, hogy az önkormányzatnak próbál érveket adni, hogy hogyan tagadja meg mondjuk egy képviselői adatigénylést. Tehát ezt munkának, közhasznú munkának nevezni egészen elképesztő, és nagyon fájó az, hogy bár szavakban, az ő, a DK-s politikus bűnöző Ceglidi Csaba kinevezése ellen tiltakozott a Momentum, aztán a Jobbik, az LMP is, de amikor a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként Új Budán előterjesztést nyújtottam be, hogy akkor mondják fel a szerződést, akkor már nem támogatták ezt. Tehát a szép szavak és a tettek köszönő viszonyban sincsenek sajnos egymással. És a polgármester, a dk polgármester az pedig ugye azzal védekezett, idézem, hogy hát változatlanul ügyvédként dolgozhat, mondta ezt akkor, amikor még a kamara nem függesztette fel a tagságát, és azt mondta még, hogy én azt hiszem egyébként, hogy egy olyan súlyú, nem lehetett a történet, mert hogyha olyan súlyú, akkor megvonják tőle ezt a lehetőséget, és ügyvédként nem foglalkoztathatják. Ez az egy, amiben kapaszkodott, bár 2010 előtt jogerősen elítélték, ismét 6 milliárd forintos költségvetési csalás miatt e -e, büntetőeljárás van ellene. És hogy keveredett ő újbudára egyébként? Sehogy, semmi köze hozzá, tehát ő szombathelyi. Igen, hát hogy a DK fellegváraiban megbízásokat kap a település jogi képviseletére. Ez egészen elképesztő, és az, hogy ilyen összegekkel jutalmazzák. Tehát havi 1,4 millió forintos most például a jelenlegi közmegbizatása. Ez az, amit kezdeményeztem. És hát önmagában egyébként az is beszédes, hogy a ügyvédi kamarai felfüggesztés után Ceglédi Csabának egy olyan reakciója volt, hogy idézem, a párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni. Én azt gondolom, hogy ez egyébként felveti a két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő zugirászat gyanúját is, hogyha ő továbbra is elkívánja látni ezeket a feladatokat. Valakinek a neve mögé bújva úgy mond, amire ugye céloz is. Mindenesetre az, hogy a polgármester eddig azzal védekezett, hogy a kamarai tagsága nincs felfüggesztve, most pedig ezt felfüggesztette már az ügyvédi kamara is, és ennek ellenére is ismét benyújtott előterjesztésemről tárgyalni sem hajlandó a polgármester. Tehát aranytojást, tojó arany tojótyúkként kezelik a DK az általa megszerzett önkormányzatokat, és ez nagyon gátlástalan. Sőt, ezzel párhuzamosan láthattuk, hogy a Transparency Magyarország kuratúrmi elnöke is kapott egy hasonló díjazást. Ez ugye egy momentumhoz köthető szakember, igazán szakmai munkát nem látunk tőle, néha eljön kedélyesen mosolyog, de az átláthatóságért, mint átláthatósági megbízott semmit sem tesz, sőt folyamatosan titkosítják a különböző szerződéseket. És jellemző az, hogy folyamatosan bűnözőket bíznak meg, tehát például ott van a DK megbízottjai között az alakos lakos Imre is, polgármesteri kabinett főnök volt, aki ugye Új-Buda történetének legnagyobb korrupciós botrányában az úgy, úgynevezett Kopasz-Gét ügyben Molnár Gyula mellett, ugye, akit letöltendő börtönbüntetése ítéltek másodfokon, őt felfüggesztett szabadságvesztése ítélték ezt a kabinetfőnököt. Ugye jellemző sajnos az elszámoltatás hiányára, hogy harmadfokon rendkívüli jogorvoslatban az MSP korábbi alkotmánybíró jelöltje, most mint büntetőbíró, mint független büntetőbíró menthette föl őket végül harmadfokon. Emiatt egyébként Polt Péterhez is, Handó Tündéhez is fordultam levélben egy független eljárás lefolytatását kérve. Sajnos ez nem történt meg. Én ezért Fáradom is, hogy a Fidesz elszámoltatási politikája az, az ilyen, ilyen, ilyen fele más, hogy nem történik meg. Még a legnagyobb bűnözőkkel sem történt hogy ténylegesen börtönbe kelljen menniük. De hogy ezek után ezt megúszva nem eltűnnek a balfenéken, hanem például a polgármesteri kabinett főnökként jelenik meg lakosimre, sorozatos tiltakozásom után végre, kirúgták, ez persze valamiféle eredménynek is nevezhetjük, de ott van például a Zala László nevét viselő ügyvédi iroda, aki ennek a Kopassi Gét pernek a harmadrendű vádlottja volt. Ő is már 2009. novemberében több mint 4 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak. Tehát Folyamatosan bűnözőket, köztörvényes bűnözőket, politikus bűnözőket bíz meg a, a, ez a szivárvány Koalíció. Jó végszó, de még nem egy sehova, mert egy nagyon fontos téma van, hiszen a mi hazánk ö, a fegyvertartásnak egy újfajta dimenzióját nyitja meg erre alig maradt időnk, de kérlek mindenképpen beszélj róla. Hát a Bécsi terrortámadás adta az apropóját, de ha bűnözésről beszélünk, beszélhetnénk cigánybűnözésről is. Természetesen, ahogy a politikus bűnözés szó is, erről említettem, ugye nem azt jelenti, hogy minden politikus bűnöző, ugye a cigánybűnözés szó sem azt jelenti, hogy minden cigány az volna, de azt látjuk, hogy a bűnözők így is úgy is hozzájutnak a fegyverhez, akkor az önvédelemhez ne csak jogot, hanem eszközt is adjon az állam, természetesen szabályozott keretek között. Elsődlegesen a fegyveres testületek tagjait ruházná föl fegyverviselési joggal a mi hazánk tehát, hogy például munkaidőn kívül is viselhessen, viselhessen szolgálati fegyverét elsődlegesen, például egy rendőr, ez a közbiztonságot is, a közbiztonság megteremtését is azt gondolom, hogy elősegítené. Trianon égetés, van, hogy daráltok könyvet, van, hogy égettek, most ez a legutóbbi, erről még egy nagyon röviden. Hát a trianon emlékévben vagyunk, és hiába nyújtottuk be márciusban a trianoni békeszerződés hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatunkat, ami egy szimbolikus csak nyilvánvalóan, de ha a Romániában nyúlnak ilyen eszközök, az azt gondolom Magyarországon is fontosak ezek a szimbolikus lépések. Sajnos 9 hónap elteltével sem tárgyalta ezt az országgyűlés, ezért kényszerülünk ilyen figyelemfelhívó akciókra ahogy a darálás is megtette a hatását, és olyan társadalmi vita bontakozott ki ennek nyomán, ami egy alkotmány is eljutott, hogy az anya férfi, bocsánat, az anya, most már Szárja József egy kicsit összekeveri ezt, a, ezt a, a, ezeket az alapigasságokat, én, de mindesetre egy olyan én. alaptörvény módosításig eljutunk, ami ezeket az alapértékeket rögzíti, ezért kell ilyen eszközökhöz nyúlni, Egyfajta faltörő kosként megy előre a mi hazánk mozgalom, hogy tudjuk ezeket az alapigasságokat, ha kell, alaptörvénybe is foglalni. Novák, elődnek köszönjük a levelet, amit írt nekünk, és köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Leg legközelebb is hozzá egy kis reggelit, de valamivel egészségesebbet, ha kérhetjük. Igyekszem.